Tokaji Nagy Lajos ügyvéd az 1860-as években a korabeli szabolcsi földrendezési ügyek kapcsán találkozott értelmiségiekkel, akadémikusokkal, és tudta meg, hogy nincs saját háza a magyar tudósoknak. Sanyarú körülmények között dolgoztak a magyar akadémikusok akkoriban, az ügyvéd kezdeményezte a gyűjtést az MTA székházára, éppen Nyír Bogdányban, idézte fel a korabeli eseményeket a helytörténész. Tokaji Nagy Lajos előhúzott egy fehér papír, gyerekek vagy barátaim, körbeadta és ráírta, hogy adakozzunk a Tudományos Akadémiára, és ez az ügyvéd a végén felolvast, és 400 pengő forint jött össze 1857. május 23-án itt Nyír Bogdányban, és ez a 400 forint volt a kiinduló alapja annak, hogy ma van egy Tudományos Akadémia épülete Budapesten, a Dunaparton. Az akkori kezdeményezés máig a szabolcsi emberek büszkesége, ennek emlékét őrzi a leleplezett emlékjel is, hangzott el a rendezvényen. Egy újabb példa arra, hogy az egykori Szabolcs, Szatmár, illetve Bereg megyék sok-sok kiválóságot adtak ennek az országnak, akár országos hírűvé váltak, akár sem, és itt helyben szolgálták életük során a közjót, és egyben emlékeztet is bennünket arra, hogy, és arra int, hogy éljünk az országnak bármely szegletén, és mi, akik itt a történelem viharai folytán, a határszélnek szorítva maradtunk, számunkra sem lehet közömbös soha az országos közjó. A magyar tudományos munka 19. századra felértékelődött, és mai napig világviszonylatban is kiemelkedőek a magyar kutatási eredmények. A magyar tudomány a nemzet szolgálatában áll, hangsúlyozta az ünnepségen az akadémiai alelnök, professzor dr. Bokor József, aki elmondta azt is, hogy az Európai Kutatási Tanácsban Magyarország nyerte el a legtöbb alapkutatási ösztöndíjat. Ezen túlmenően, amit említettem, a természettudományi területén meghirdetett az ipar digitalizálása és az egyik legkorszerűbb irányítási rendszerekhez kötődő pályázatban 169 pályázatot nyújtottak be az Európai Unió tagállamaiból, és ebből 10 volt, amelyiket kiemeltek és nyert, ebből 2 volt magyar, ami hát azt hiszem önmagában mondja, az egyik az ipari industrializálása az autóiparnak a digitális rendszerek, hogy a másik molekuláris biológia területén, tehát lehet látni, hogy még a tudományágak sem egyformák, tehát én ebben azt szeretném kiemelni, hogy a lehetőségeinken belül Magyarország a tudomány, a kultúra bizonyos értelemben még a felsőoktatásban is előjár, és ezért remélem, hogy nem szégyenkezhetünk sehol a világban. Az akadémia elégedett a lehetőségekhez képest nyújtott állami támogatással, amely működésük 40%-át teszi ki, a fennmaradó részt uniós, illetve nemzetközi kutatási pályázatokból biztosítják. A magyar kutatók sikeresek, tette hozzá, és az eredményes tudományos iskolák támogatását is fontosnak tartják.